Köszöntöm Önöket, ez itt a Zöld Közelben, a Rákosmente TV ökomagazinja. A víz a földi lét egyik alapvető meghatározója. Víz nélkül nincs élet, az ember számára több tekintetben is nélkülözhetetlen. Mai adásunkban az ásványvizekről fogunk beszélgetni, vendégemmel dr. Bikfalvi Istvánnéval, a Magyar Ásványvíz Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkárával. Üdvözlöm a stúdióban! Köszönöm szépen, és én pedig köszöntöm a hallgatókat. Az ENSZ szakértői szerint évszázadunk végére az ivóvíz drágább lehet az aranynál. Milyen alapjai vannak ennek a megdöbbentő előrejelzésnek? Az, hogy sajnos az emberiség nem törődik eléggé a környezettel, és szennyezi a környezetét, többek között a vizeket is, állóvizeket, folyóvizeket, a talajt szennyezi, ennek következtében a víz, édes vízkészlet is szennyeződik. Legfontosabb feladatunk azért az, hogy óvjuk a vízkészletünket, és hogy ne következzen be az, hogy tényleg az évszázad végére a víz ez egy nagy kincs legyen. Ennek ellenére Magyarország nagyon nyugodt lehet, a magyarok nagyon nyugodtak lehetek, mert Magyarország nagyon bővelkedik édesvízkészlettel, és ennek következtében biztos, hogy nekünk mindig lesz vízünk. A MAGYISZ honlapján olvasható, hogy minden természetes ásványvíz felszín alatti víz, de nem minden felszín alatti víz természetes ásványvíz. Ez alapján hogyan keletkeznek az ásványvizek? Az a lényeg és az a különbség a különböző vizek között, hogy az a víz nevezhető csak ásványvíznek, amelyik védett vízadó rétegből származik. Tehát egy olyan vízadó rétegből, ami fölött egy védő réteg van, ami megakadályozza azt, hogy belekerüljön a vízbe a szennyeződés, akár előbbi időben, tehát nem került bele a szennyeződés, vagy pedig, hogyha nehogy Isten, mégis a talajra kerül valami szennyező anyag, akkor az nem tud beszavárogni a vízadó rétegbe, mert a talajnak olyan az összetétele, hogy ez meggátolja. Emellett pontosan milyen követelményeknek kell megfelelni egy víznek, hogy ásványvíznek minősüljön és ásványvíznek nevezhessük? Nagyon sok követelménynek kell megfelelni. Ezek a követelmények szigorúak, és az egész Unióban azonos feltételeknek kell megfelelni, mert úgynevezett kötelező uniós direktíva határozza meg azt, hogy mikor lehet egy vizet ásványvíznek nevezni. Az első, amit már mondtam, hogy az a víz lehet csak ásványvíz, amelyik védett vízadó rétegből származik, tehát eredendően tiszta. Ez az ásványvíznek a nagy előnye minden más vízzel összehasonlítva, hogy eredendően tiszta. Nem szabad semmiféle idegen anyagot, konzerválószert hozzátenni. Azon kívül nem szabad kémiai eljárásokkal kezelni, hanem úgy kell palackozni, ahogy a természetben létrejött. Természetesen szigorú kémiai vizsgálatokat kell elvégezni, tehát az összetevők azok haladhatják meg egy bizonyos mennyiségnek az értékét, azon kívül nagyon szigorú mikrobiológiai előírások vonatkoznak rá, hogy nehogy szennyezett legyen, akkor a helyben kell palackozni, ott, ahol a kút van, oda kell építeni a palackozó üzemet is, pont, és zárt vezetékbe mehet a kútból a palackozó gépsorra a víz, pontosan azért, hogy nehogy véletlenül szennyeződjön. Nem szabad, azt már mondtam, hogy kezelni és idegen anyagot hozzáadni, tehát olyan állapotba kerül a palackba, ahogy létrejött a természetben. Az pedig, hogy milyen ásványanyagokat tartalmaz, az attól függ, hogy milyen rétegen keresztül ment le a víz, szivárgott le a víz a felszínről a vízadó rétegbe. A talajnak az összetétele határozza meg, hogy a víz milyen anyagokat oldott ki, tehát hogy mennyi az összes ásványanyag tartalma, ezen belül az egyes összetevőknek a mennyisége. Mi a különbség az ásványvíz és a forrásvíz között? Nincsen sok különbség. Az előbb elfelejtettem mondani egy fontos kritériumot, hogy ezeket a szigorú követelményeket hivatalosan el kell ismertetni. Tehát van egy olyan szerv, Egészségügyminisztériumnak egy olyan szerve, amelyik a beadott adatok alapján meghatározza, hogy az adott kútnak a vize az megfelel-e az ásványvíz követelményeknek. Tehát el kell ismertetni hivatalosan, hogy az a víz ásványvíz. A forrásvizet nem kell elismertetni.
fizetni, a forrásvíznek nem kell védett vízadó rétegből származnia, és az összetételének, az ivóvízre vonatkozó követelményeknek kell megfelelni. De az is egy természetes víz, az is egy eredendően, vagy az is egy egészségre kedvező hatású víz, mert azt sem szabad kezelni, ott sem szabad idegen anyagot hozzáadni, tehát jó ízű, tiszta víz. A forrásvizet is palackozzák? A forrásvizet is palackozzák. Magyarországon is van palackozott forrásvíz, de Nyugat-Európa egyes országaiban, főleg Franciaországban van nagy divatja a forrásvizeknek. Mit kell tudnunk a gyógyvizekről? A gyógyvizek is az ásványvizek csoportjába sorolhatóak? Igen, a gyógyvizek is ásványvizek, de olyan ásványvizek, amelyeknek klinikailag bizonyított gyógyhatása van. Tehát összetétel szempontjából jóval nagyságrenden nagyobb mennyiségű ásványi anyagot tartalmaznak, mint az ásványvizek, amelyek mindennapi fogyasztásra alkalmasak. A gyógyvizeket nem lehet minden nap fogyasztani, hanem csak olyan mennyiségben, ahogy ezt az orvos előírja. Klinikailag bizonyítják, hogy összetétele alapján milyen betegség gyógyítására alkalmas, és azt is meghatározzák, hogy ebből naponta mennyi fogyasztható. Említettük a forrásvizet, a gyógyvizet. Mit kell pontosan tudni a szikvízről? A szikvíz tulajdonképpen ivóvíz, széndioksziddal, szénsavval dúsított ivóvíz, amit egy különleges palackba, szikvízes palackba töltenek, aminek az a különlegessége, hogy az oldott széndioxidot, a szénsavat, azt nem engedi ki a vízből, úgy, mint egy palackot, amit ha felbontanak, akkor azért valamennyi széndioxid távozik belőle. Ez egy teljesen zárt palack, és az utolsó cseppnek is, amit kinyomunk a szifonból, annak ugyanannyi az a szénsav tartalma, mint az elsőjé. Tehát ezért egy különleges termék. Még elmondom azt, hogy ezt az egész technológiát, ezt a palackozási technológiát egy magyar tudós, Jedlik Ányos fedezte föl, és kezdte el először alkalmazni az 1800-as évek közepén. Magyarországon hány olyan forrásunk és kutunk van, amelyikből ásványvíz folyik? Tulajdonképpen sok, több mint 100 elismert kút van ezen kívül. Nyilván még sok van, mert ahogy az elején említettem, Magyarország nagyon gazdag ásványvizekben. Több mint 100 elismert ásványvizet adó kút van, de ezeknek a vizét nem mind palackozzák, körülbelül 50-nek a vizét palackozzák. Hogyan zajlik pontosan ez a palackozó folyamat? Hát ahogy már az előbb említettem, a kútból egy zárt vezetéken keresztül kell a palackozóba, hogyha a palackozó üzembe és a palackozó gépre. Hogyha szénsavmentes ásványvizet palackoznak, akkor úgy, ahogy van, a gép az adagolja a palackokba, lezárja, címkézi és mehet a raktárba. Hogyha széndioksziddal, szénsavval dúsított vizet akarnak előállítani, akkor egy tartályban a vizet dúsítják, telítik széndioksziddal, és úgy kerül a palackozógépre. Oszlassuk el a tévhiteket. Mi a jó a szervezetünk számára, hogyha magas vagy ha alacsony ásványi anyagtartalmú vizet fogyasztunk? Tulajdonképpen mindegy, lényegtelen, mert ugyan van az összes oldott ásványanyag tartalom szempontjából különbség az ásványvizek között, de ez az oldott ásványanyag tartalom abszolút értékben nem olyan magas, hogy az a szervezetnek akár káros, akár kevésbé káros hatása lenne a szervezetre. Az, hogy mennyi az oldott ásványanyag tartalom, meg ezen belül az egyes ásványanyagoknak a mennyisége, egymáshoz viszonyított aránya, az az ásványvíznek az ízét határozza meg. Mert tévhittel ellentétben a víznek is van íze, tehát vagy én talán inkább úgy mondanám, hogy karaktere. Az az ásványvíz, amelyik több ásványanyagot tartalmaz, az jellegzetesebb, karakteresebb ízű. A alacsonyabb ásványanyag tartalma az teljesen semleges, íztelen. Úgyhogy mindenki a saját ízlése szerint választhatja ki, hogy milyen vizet szeret, minek az ízét szereti jobban, és mit akar fogyasztani. Tehát egészséges ember számára teljesen mindegy. A betegségnél ott azért meg kell kérdezni, mert ahogy egy beteg ember nem ehet akármit, ugyanúgy esetleg nem ihat akármit, akkor ki kell kérni az orvos véleményét. Valóban szükséges váltogatnunk a vizeket?
Nem, egyáltalán nem szükséges. Vannak ilyen hitek, de ahogy az előbb mondtam, abszolút értékben nem olyan magas az ásványvíznek az ásványanyag tartalma, hogy azért ezt váltogatni kellene. Mindenkinek lehet egy kedvenc ásványvize. Ön szerint mennyire hatásosak a vízszűrők? Hát én nem javasolom senkinek a vízszűrőt, mert végig kell gondolni azt, hogy a vízszűrő az kiszűr a vízből mindent. Tehát kiszűri mondjuk a klórvegyületeket is, amivel fertőtlenítik az ivóvizet, azért, hogy a vezetékben, a vezeték végén is jó minőségű vizet kapjunk, de kiszűri az ásványanyagokat is. Na most az, hogy egy természetes összetételt megváltoztatok, és esetleg utána hozzápótolom, mert sok vízszűrő készüléknél a használati utasításban benne van, hogy tegyen hozzá ásványanyagot, hát ez egy természetest megváltoztatni, és utána mesterségessé változtatni, ez nem hasznos, nem egészséges, és ezért ezt én senkinek nem ajánlom. Az ásványvíz eredendően tiszta, tehát azt kell inni, különben a magyar ivóvíz, a vezetékes víz is jó minőségű, szigorúan ellenőrzik, tehát senkinek nem kell attól félni, hogy az kárt okoz. Ön szerint pontosan mennyit kell inni naponta, mi az ideális folyadékbevitel egy felnőtt ember számára? Ez nagyon sok minden tényezőtől, körülménytől függ, attól, hogy fizikai munkát végez, vagy szellemi munkát végez, attól, hogy nő-e vagy férfi, mekkora a testsúlya, milyen az időjárás, meleg vagy hűvös, milyen helyen dolgozik, stb. De általában azt mondják a szakemberek, hogy nőknek olyan másfél liter folyadékot naponta, a férfiaknak 2,5 liter folyadékot. Na most ez változhat, attól függően, hogy milyenek a körülmények, természetesen például melegben ennek a dupláját is, vagy tripláját is meg lehet inni. Azok, akik meleg helyen dolgoznak, olyan munkát végeznek, ami nagy meleggel jár, azoknak ezeknek 3-szorosát, 4-szeresét is el kell fogyasztani. Most tudni kell, hogy a legjobb szomjúságoltó és a folyadékbevitel legjobb eszköze az az ásvány, vagy a víz, mindenfajta víz, de ettől függetlenül egyéb folyadék is beleszámít, tehát a teja, a kávé, a leves, amit eszünk, a főzelékeknek a nedvesség, vagy víztartalma. Azon kívül az üdítőitaloknak a víztartalma is. Az egy tévhit, hogy az üdítőital mindig káros az emberi szervezet számára. Az üdítőitalokban is, és gyümölcslevekben nagyon sok hasznos anyag van, ásványi anyag, vitamin, és azon kívül tudományos kísérletek bizonyítják azt, hogyha változatosan iszunk, akkor többet tudunk inni. Tehát, hogyha időnként megiszunk 1-2 pohár gyümölcslevet vagy üdítőitalt, akkor utána többet tudunk összességében fogyasztani. Tehát ezért a változatosság, az, amely gyönyörködtet, az a folyadékfogyasztás szempontjából is nagyon hasznos. Mit tudna tanácsolni a nézőinknek, hogyan tudunk gazdálkodni az ivóvíz készletünkkel? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert jó, hogy az előbb már többször mondtam, hogy gazdagok vagyunk vízkészlet szempontjából, de azért ezt nem szabad pocsékolni, nem szabad feleslegesen használni. Tehát például, amikor fogat mosunk, akkor amíg mossuk a fogunkat, addig el kell zárni a vizet. Ugyanez vonatkozik a zuhanyozásra. Amikor szappanozunk, akkor el kell zárni a vizet. Nem kell feleslegesen folyatni, nem kell mosogatásra sem feleslegesen sok vizet elfogyasztani. Végig kell gondolni a mindennapjainkat, és nagyon sok hely van, nagyon sok lehetőség van, ahol tudunk a vízzel spórolni. Rengeteg fontos információt hallhattunk, remélem a nézőink megfogadják az ön tanácsait. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat és jelen volt a stúdióban. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy a fogyasztóknak tudtam beszélni az ásványvízről. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva ismét izgalmas témával várom önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!